áldás, békesség. Jó reggelt, nagyon szép napot kívánok mindannyiótoknak. Ez itt a Calvin Rádió a szeretet hullámhosszán. 2023. január 9-én kedden. Ma a Marcellek ünneplik névnapjukat. Isten éltesse őket. Hallgassuk meg együtt az Úr szent igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a reggelen. János evangéliuma 6. fejezetéből, a 35-től a 40. versig terjedő ige szakaszból. Jézus azt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg. És aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el, mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engemet. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit ne veszítsek el, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút, és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Ámen. Kedves barátaim, az életben milyen sokszor előfordul, hogy mindazzal, ami velünk történik, Isten közelébe sodródunk. Például éjszaka rosszat álmodsz, felriadsz, vagy még félálomban az édesanyád nevét kiáltod, aki a ház túlsó végében is meghallja gyermekének hangját, és segítségedre siet. Amikor a bajban édesanyádat hívod, akkor valójában Isten angyalát hívod, mert tudnod kell, hogy gyermekséged idején az Úr a szüleidet rendelte melléd, őrző angyalokként. Aztán, ha felnövünk, akkor segélykiáltásunk Isten felé száll. Ez néha csak egy sóhaj, máskor pedig így szól: ja Istenem! Jézus korában olyan nagy volt a szegénység, hogy az emberek jelentős része, még azok is, akiknek volt munkájuk, gyakran éhes gyomorral feküdtek le. Mennyi sóhajtás hangzott el egy lesoványodott ember szívéből. Talán friss, puha kenyérrel álmodtak sokan, de még morzsa sem jutott. Amikor a félig elfogyasztott kifliket vagy zsemléket visszaviszitek a 10 órai tányéron, akkor gondoljatok erre. Mennyi embertársatok éhezik ma is, ahogy akkor, régen. És egyszer csak jött Jézus, a csoda próféta, a kenyérosztó, és ehettek a szegények jól lakásig. Micsoda vacsora volt! A több ezres sokaság szinte sodródott Jézus közelébe. És amikor megtudták mások is, hogy a hosszú nap ingyen vacsorával ért véget, akkor a názáreti Jézusnak egyre több rajongója lett. De a rajongás nem sokáig tart. Csak addig, amíg az ajándék bűvöletében élsz. Amíg a szegények a szájukban érzik a kenyér ízét, addig imádják Jézust. Még akkor is imádták, mikor a következő ingyen vacsorában reménykedtek. De ez a rajongás véget ért. Hamar véget ért. Ezért Jézus a szívedet kéri. A szívedet,
amit elfoglalt a kedvenc játékod, vagy rabul ejtett a félelmed, vagy egy híresség, egy celeb iránti rajongásod. Amit testednek jelent az étel és az ital, azt kínálja ma Jézus a lelkednek. Békét és megnyugvást, erőt és örömöt. Ezért ne tégy most mást, csak mondd el velem együtt ezt a rövid imádságot, a kezedet összekulcsolva, a fejedet meghajtva. Uram Jézus, szeretném az életemet rád bízni, minden érzésemet és minden gondolatomat előtted kitárni, és az egész napomat veled tölteni el. Segíts, hogy így legyen. Amen. Nagyon szép napot kívánok nektek. Áldás, békesség.